Feleségével és két gyerekével érkezett december közepén a Sándor palotába az 1 milliómodik honosított magyar állampolgár Lajkó Miklós. Kérem, ismételjék utánam az állampolgári eskü szövegét. Az országgyűlés 5 éve döntött arról, hogy a határon túlélő magyarok gyorsított eljárásban szerezhetnek állampolgárságot. Ezután levélben szavazhatnak is. Igaz, csak pártlistákra voksolhatnak, és csak akkor, ha előzetesen regisztrálták magukat a választási névjegyzékben. 2014-ben 128 ezer érvényes szavazat érkezett, ezek 95%-a a Fideszre. Ez akkor egy mandátumról döntött, ami kétharmados többséget jelentett a kormánypártoknak. A Híradónak korábban nyilatkozó szakértő szerint jövőre még több szavazat jöhet a határon túlról. Elképzelhető, hogy most már ilyen 200 ezer körüli érvényes szavazatunk is lesz, nagyságrendileg. Ez már elképzelhető, hogy a második mandátumot is meg tudja fordítani, hogyha ugyanazok lesznek a szavazati arányok a külhonban, mint 2014-ben. A kormánynak ezért fontos, hogy minél többen regisztráljanak a külföldi magyar állampolgárok közül. Orbán Viktor a nyári Tusnádfürdői beszédében is kitért erre. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy regisztráció, választási részvétel. Ne csak szurkoljanak, hanem menjenek fel a pályára, legyenek kedvesek, mert most önöknek is van beleszólása a magyarországi választási küzdelem eldöntésébe. Egy Híradónk birtokába jutott levéltervezetben is erre buzdít a miniszterelnök. Orbán Viktor az 1 milliómodik új magyar állampolgár eskütétele apropóján szólította meg a határon túliakat. Szerinte ezzel a lépéssel szimbolikusan is a múltba zárják a 2004. december 5-i népszavazás emlékét. Leírja, hogy a szűkösség évei után most a növekedés, a gyarapodás és a nemzeti büszkeség korszaka következik. Meggyőződése, hogy nem csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében magyar nyelven írják a jövőt. Arra biztat, hogy a címzet vegyen részt a magyar országgyűlési választásokon, amelyhez regisztrációra van szükség. Levelét azzal zárja, hogy ha még nem tette meg, kérem regisztráljon. A Demokratikus Koalíció szerint a miniszterelnök folytatja a külföldi szavazatok vásárlását, ezzel tovább nehezíti az ellenzéki pártok helyzetét. A demokratikus ellenzéknek rá kell venni az embereket arra Magyarországon határon innen, hogy minél többen menjenek el szavazni, és lehessen kompenzálni a kinti megvásárolt orbáni szavazatokat. A kormány elismerte, hogy levelet küldenek a határon túli magyar állampolgároknak. Azt írták, a kézbesítés ezekben a napokban történik. A kormány 204 millió forintos költséggel számol.